szomszédoló rendezvény sorozatunknak a második szombatján. A múlt héten bemutatkozott Fülöp Szállás, Monseris koncerttel és Benics Réka kiállításával. A mai hétvége, a mai szombat Izsáké. Izsák fog bemutatkozni nekünk. Az itt látható képeket a mellettem álló Károly József festette, aki kertészmérnöki és könyvelői végzettséggel rendelkezik, és autodidakta módon tanulta tulajdonképpen a festészetet. Nagyon sok szép képet hozott nekünk, és át is adnám a szót neki, hogy a festészethez való viszonyáról, képeiről meséljen egy kicsit neki. Hát először személyesen csak a magamról annyit, hogy rosszabbal kezdem, 3 hónap múlva 70 éves leszek, 10 éve nyugdíjas vagyok, 40 évig dolgoztam aktívan. Ez a tevékenység, ez a festészet, ezt csak hobbiként csináltam, nekem rendes szakmám volt és állásom is volt mindig. Tényleg nem tanultam sehol, nem is kérdeztem senkit, hogy hogy kell ezt csinálni, a saját magam tapasztalatait, meg egyéb ellesett pillanatokat összehozva. Körülbelül 20-25 éve jutottam el olyan szintre, amit már én szerintem, vagy a saját véleményemnek megfelelően elfogadható volt az a szint. Utána kezdtem el jobban, nagyobb mennyiségben.